Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Cserfalvi Karesz vagyok, ez pedig itt a Belemenés Plusz, idén elindított sorozatunk a Belemenésen belül, ahol meghívott vendégeinkkel beszélgetünk, és nagyon örömmel lesz szolgál, hogy egy visszatérő vendéggel folytatjuk ezt a sorozatot. Szabó Anna, aki most már a Türinger HC játékosa van itt velem, nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia! Én is köszöntöm a hallgatókat, uh, igazából én köszönöm még egyszer, hogy uh, még egyszer felkértetek erre a beszélgetésre, mert én a múltkori alkalommal is nagyon jól éreztem magam, és kíváncsian várom ezt az alkalmat is most. Na, hát ennek örülök, és ugye említetted, hogy múltkori alkalom, és én is azt mondtam, hogy visszahívtunk. 2024-ben, valamikor tavasszal beszélgettünk, akkor az volt az aktualitás, hogy ki igazoltál a Türingerhez, illetve hát akkor állap. jelentettétek be, hogy megállapodtatok, hogy ettől a szezontól kezdve már ott fogsz játszani. Szerintem egy picit töltsük ki ezt az időbeli űrt a mai nap és az akkori beszélgetés között. Kezdjük talán azzal, hogy ugye a Budaörs nagyon jókat mondtál abban a beszélgetésben, elmondtad, hogy nagyon jól érzed magad, jó a posztársad, jó az edző minden rendben, de nyilván egy ilyen lehetőséget nem lehetett elpasszolni. Hogyan alakult a tavalyi szezon? Vége a Budaörssel? Hogyan zártad tulajdonképpen a, a budaörsi időszakodat? Ugyanazt tudom mondani, mint tavaly, hogy most, hogy már nem a Budaörs csapattagjaként lépek pályára a mérkőzéseken, ugyanúgy nagyon. Jó emlékként gondolok vissza arra az évre, nagyon sokat tanultam ott, ugye a Neka után az volt lényegében nekem az első olyan klub, ahol nem akadémián játszottam, úgyhogy nyilván meg volt a maga nehézsége, de miután belerázódtam, úgy éreztem, hogy, hogy tényleg meg tudom állni a helyem. A Danitól is mindig megkaptam a bizalmat, amiért nagyon hálás vagyok neki, és hát szerintem büszkék lehetünk magunkra, hiszen tavaly a Buda az MB1-ben az eddigi legjobb helyezését érte el, és nyilván nagyon örülök, hogy olyan játékosokkal tudtam együtt játszani, mint mondjuk a Pálos Bognár Barbara, vagy a Klivinyi Kinga, úgyhogy én csak szép dolgokat tudok mondani a tavalyi évemről. Na, hát ennek nagyon örülünk, és szerintem Budaörsen is örömmel hallják ezt, ugye Szőlősi Sacön Nadin lett tulajdonképpen az utódod, ami nyilván azért egy ilyen fiatal játékosnak egy, egy tiszteltetés, itt látom az arcodon is, hogy azért ez talán egy kicsit túlzónak is gondolod, de nyilván követed azért a, az ő szereplésüket is valamennyire. Vissza fogunk azért itt a magyar csapatokra térni, hiszen ennek a beszélgetésnek ugye nyilván az egyik aktualitása az, hogy majd a Türinger a Váccal fog játszani az Európa Liga főtábláért, de térjünk vissza arra, hogy a Budaörsi időszak után, ahelyett, hogy te nyugodtan, szépen több fordulóban elkészülhettél, rákészülhette volna, költözhettél volna, volt azért közben itt egy korosztályos világbajnokság Észak-Macedóniában, ahol ugye ezüstérmet szereztetek, amihez gratulálunk ezúton is. Milyen ilyenkor egy, egy nyári felkészülés? Ugye normál esetben lenne 4 öt, hat, hét szünet, nyilván itt ugye a felnőtt játékosoknak volt egy olimpia idén, nektek volt ez a korosztályos verseny. Mennyire borul meg ilyenkor a program? Tehát ez, ez, és ezt mennyire lehet kezelni? Először is köszönjük szépen a gratulációt az egész csapat nevében. Hát a nyár nagyon sűrűn telt nekem, amikor lejátszottuk május, 20 nem tudom hányadikán volt már az utolsó forduló, valahol akkor. Utána az összes utánpótlás válogatott junior korosztályból kapott egy hét születet, és utána kezdtük a felkészülést a világversenyre. Azt hiszem két és fél hetet tudtunk csak együtt készülni, hiszen... Június 19-én nekünk már elstartolt a világbajnokság, úgyhogy nem ez volt a leghosszabb felkészülés. Nyilván sokat dolgoztunk együtt a szezonban, de azért mégis, mikor már ott vagy a célegyenesbe, hogy a világbajnokságra készülsz, akkor azért már minden más. Nyilván edzőmérkőzéseket is játszottunk, próbáltuk a lehető legjobban megoldani az éppen fellépő problémákat, legyen az védekezésbeli vagy támadásbeli. Ö, utána pedig szerintem az egész világbajnokságon jól szerepeltünk. Ö, nem tudom, nyilván egy idő után megszépült ez az ezüstérem, de valahol még mindig van bennem egy kis hiányérzet, hogy lehetett volna az arany is, de sportolók vagyunk, Szerintem nagyon sok mérkőzésen fogunk még kikapni, és azért 32 csapatos világversenyen a második helyen végezni, az szerintem nagyon jó eredmény. Nyilván uh, szerettünk volna mi lenni az első korosztály, aki Európa bajnokságon is és világbajnokságon is aranyérmet szerez, tehát most a sors úgy hozta, hogy ezüstére már kell beérjük, de szerintem. Amikor uh, lefújták a mérkőzést, sokan nem azért hatottunk meg, vagy sírtunk, mert uh, másodikként zártuk a tornát, hanem inkább, hogy tényleg ez volt az utolsó így az utánpótlás éveinkben, és hogy mennyire fogunk hiányozni egymásnak, és hogy most már csak esetleg a felnőtt válogatott összetartásokon találkozhatunk, vagy ha éppen egymás ellen játszunk, és... Nyilván szerettük volna szemben lezárni, de azért szerintem így is büszkék lehetünk magunkra. Ilyenkor a felkészülés neked személy szerint hogyan alakult, ugye ezután? Mert hogyha itt az időbeliséget követjük, akkor valahol július közepén vagyunk, ha jól emlékszem. És ilyenkor mennyi időd maradt még a klubra, a költözésre, regenerációra, volt-e pihenés egyáltalán? hát ugye június 19-től 30-ig tartott nekünk a világbajnokság, ő elsőjén utasszunk haza, észak macedóniából és nekem a Türingerrel már július 8-án kezdődött a felkészülés, és uh, nyilván beszéltem a Herbert Müller-tel, mondta, hogy ő örülne, hogyha itt lennék, mert nyilván a méréseken itt kell legyek az első két nap, amikor ilyen ortopédiai, meg mindenféle állóképességi, gyorsasági tesztet mérünk, mert azt nem tudom megcsinálni másik időpontban, de úgy voltam vele, hogyha már tényleg az alatt, az egy hét alatt nekem ki kell költözni ide, és megcsinálom a méréseket. Azt mondta, hogy ha nem volt elég a pihenő, akkor még nyugodtan szóljak, de Kicsit úgy érzem, hogy az adrenalin akkor nagyon dolgozott bennem, hiszen az alatt, az egy hét alatt kellett nekem lezárnom magamban a világbajnoki döntőnket, hazautazni, összedobozolni és kiköltözni egy új országba. És annyi adrenalin gyűlt fel bennem, hogy utána nem is tudtam arra gondolni, hogy én ne edzek, mm -hmm. vagy ilyesmi. Úgyhogy. Hát a regeneráció szempontjából nagyon kevés volt ez az idő, de közben úgy érzem, hogy valahol jót tett nekem az, hogy nem volt időm leülni gondolkodni, mert néha én hajlamos vagyok túlgondolni a dolgokat, és nem akartam belekerülni egy olyan gondolat spirálba, hogy biztos jó ötlet ez, hogy én most húsz évesen kiköltözök, úgyhogy így az élet mindent intézett magának, kiköltöztem, és itt vagyok. Na, és milyen itt? Egyáltalán hol ezt is tegyük helyre, mert ugye Türinger HC, tehát ez nem feltétlenül mond mindenkinek azért nagyon sokat. Ha jól látom, akkor valahol ugye Németország a hogy nem a földrajzi középpontjában, vagy köz, közepén vagytok. De egy picit mesélj arról, hogy te hogy élsz, hol élsz, mennyire van a, a csarnok, hogyan nézek ki így a mindennapjaid most. Igen, hát mi az egész csapatunk Erfurtban lakik. Ugye Türingen egy tartomány Németországban, is, mi lényegében az egész tartománynak vagyunk a kézi csapata. Azon kívül Erfurtban laknak a játékosok. A mérkőzéseink Bádlagen vannak, úgyhogy egy átlagos hetünk úgy néz ki, hogy kettőt edzünk itt Erfurtban, egy ilyen klasszikus, iskolai tornateremben, és utána pedig szerdától ugye a mérkőzésig, szombatig, pedig Bad Lagen szálcában edzünk, ami innen egy ilyen 40 kilométer körülbelül, szóval egy jó fél óra autókázás. Azon kívül pedig az edzőmérkőzéseket mindig máshol játszottuk a tartományon belül, mert a klubnak az a koncepciója, hogy ha az edzőmérkőzéseken jól szereplünk, akkor sokkal több szurkoló fog érkezni a mérkőzésünkre az egész tartományból, és ezáltal is támogatva a klubot. Na, hát ez szerintem érdekes azért ebbe is egy picit belerátni, hogy mennyire más. Most azon gondolkodom, hogy egyáltalán Magyarországon tudnánk-e olyan klubot mondani, amelyik ennyire ilyen regionális. Nyilván minden klubnak megvan ott a, a saját kis közege, de szerintem ez egy, ez egy számunkra talán újszerű koncepció. Um, hogyan alakult az előszezon? Hány meccset tudtatok játszani? Ugye azért nyilván volt egy-két válogatott játékos, itt beszélgettük az adásra, hogy talán ketten-hárma voltak érintettek itt a válogatott keretek kapcsán. Mennyire tudtatok együtt készülni, hogyan sikerültek az előmeccsek, és milyen elvárásokkal vártatok neki most a szezonnak? Hát ugye, nagyon. Hossz. Én az én véleményem szerint nagyon hosszú alapozásunk volt, hiszen Magyarországon szerintem egy csapat sem kezdett július 10 előtt, mi meg ugye 8-ától folyamatosan konkrétan két szabad hétvégénk volt egész nyáron, úgy, az első négy hétben viszont olyan felkészülésünk volt, hogy nem fogtunk labdát. Csak erőléti állóképességi munka. Minden héten háromszor futottunk 12 kilométert. Nekem az volt a legnehezebb része a felkészülésnek, ezt így nyugodtan kijelenthetem. De sokszor kicsit ilyen úgy érzem, hogy ilyen old school felkészülési módszert alkalmaztak nálunk a herberték, hiszen. Volt olyan, hogy teremben edzettünk, nyilván én azt hittem, hogy már fogunk labdázni, de nem, és előhoztuk ezeket a jó régi iskolai padokat, és két órán keresztül azokon ugráltunk, futottunk, a fejünk fölé emelgettük, négy ütemű fekvőtámaszok, szóval kicsit ilyen nekem kicsit ilyen old school, de nem mondom, hiszen nagyon hatásos. Uh -huh. az, az biztos, hogy nagyon hatásos. Ugye volt három játékosunk, akik az olimpián is részt vettek, lényegében nélkülük készültünk az egész felkészülési időszak alatt, azonban, amikor befejeztük ezt a nagyon álló képességfejlesztés blokkot a felkészülésből, utána nagyon-nagyon hosszú, teremedzéseink következtek, hiszen hét új játékost igazolt idén a Türingen, úgyhogy még most is néha érződik, hogy azért újak vagyunk, van még hova összeszokjunk, és nyilván ez volt a célja a Herbertnek is a rengeteg edzőmeccsel, nem is tudom hányat játszottunk, de szerintem ilyen 9 -10 biztos, volt, hogy egy héten háromszor edzőmeccsesztünk, úgyhogy abszolút jól fel volt építve. Nem mondom, hogy nem, nem fáradtam el a felkészülés végére, de nyilván, amikor végez a, egy sportoló végez egy ilyen hosszú felkészüléssel, nyilván már csak arra tud gondolni, hogy a bajnokság végre induljon el. Én is nagyon vártam már, úgyhogy az kicsit újra ilyen új lendületet adott. Az érdekelne, azt mondtad, hogy uh, ugye old school felkészülés, hosszú, nagy mennyiségek, de hogy hatásos volt. Mi az, amiben saját magadon látod, hogy, hogy fejlődtél? Ez, ez fizikai jellegű fejlődés, jól sejtem? Hát fizikai is, és mentális is nyilván, mivel fejben szerintem sokkal fókuszáltabb vagyok, hiszen sokszor németül, és sokszor ang az angol az sokkal könnyebb, azt sokkal hamarabb megértem, de ha mondjuk minden edzés németül van tartva, még egy óra 50 percnél nem volt rövidebb edzésünk, és azért két órán keresztül németül figyel, mond, és hogyha tényleg, hogyha vétesz egy hibát, akkor ő nagyon-nagyon mérges tud lenni, úgyhogy az fejben is nagyon nagyon fókuszáltnak kell maradjak mindig, úgyhogy szerintem fizikálisan és fejben is erősödtem. Nagyon sok kilót le is adtam, ami óta itt vagyok, pedig azért előtte sem voltam a legvastagabb játékosok egyike, de ez a sok futás, meg sok kondi, az azért úgy fizikálisan is nagyon sokat alakított rajtam. Herbert Müller kapcsán lenne egy kérdésem, mert nyilván van róla egy imidzsünk, vagy egy elképzelésünk az ő imidzse alapján, amit a kispadon látunk tőle, de milyen edző a mindennapokban? Azon kívül, hogy leszúr, hogyha valamit hibázol. Ő, igazából, mint ember, nagyon rendes, nagyon jó szívű, és mi sokszor beszéljük a lányokkal, hogy van egy meccses Herbert Müller, meg van mondjuk egy edzéses Herbert Müller, de vagy egy átlagos Herbert Müller, és a meccses az csak abban a 60 percben van. Fél az öltözőbe megint átlagos Herbert Müller, de a két félidő, idő, amit mi kint töltünk a pályán, akkor felveszi a, nem tudom, a mérkőzés ritmusát, vagy nem tudom, és néha örülök, hogy nem értem, amit mond. De, de mint edző, szerintem jól látja a dolgokat, lehet tőle tanulni. Én mondjuk szeretem, mert ő is ugye balszésű volt korábban, úgyhogy amikor egyéni képzést tart nekem, akkor mindig tudok magammal hozni valamit haza arról az edzésről, azon kívül pedig a belső posztosokról nem tudok nyilatkozni. Mert igyekszem mindig csak a saját részemre koncentrálni, de nekem azért tudott sok újat mondani, amióta itt vagyok. És akkor ő az, aki tartja az egyéni képzést a szélsőknek? Uh, igen, hát mindig változó. Ugye a testvére a Héli, a másodedzőnk, úgyhogy egyik héten bele vagyunk, másik héten a héli mint szélsők, de, de mindkettő amúgy nagyon jó. A Héli sokszor inkább arra megy rá, hogy nagyot ugorjunk, sokat várjunk a levegőben, hogy érkezünk le, a Müller pedig sokszor inkább a lövőtechnikánkra koncentrál. Hmm. Na, ez, ez is tök érdekes, amúgy, amit mondtál Herbert Müllerről, az interjúk meg a meccselés alapján valami hasonló rajzolódik ki, hogy van egy van egy Herbert Müller, a magánember, aki egy ilyen, egy ilyen csupa jó szív, nagyon jókedélyű palinak tűnik, és van a Herbert Müller, az edző, aki meccsel, és Mindent, mindent megtenne azért, hogy nyerjen a csapata, és teljes fanatizmus. Úgyhogy ez akkor kívülről úgy tűnik, hogy mégiscsak jól jön át. Um, hogyan alakult a, a, a szezon eleje? Mondhatjuk, hogy még a szezon elején vagyunk, azt hiszem, hogy talán 5 bajnoki mérkőzést játszottatok le, hogyha itt jól láttam az interneten. Um, hogy alakult a te játékidő, csapatban elfoglalt helyed, kik a posztársaid, nézegettem itt a keretet? Ugye az látszott, hogy van egy, egy felnőtt korú dán játékos a posztodon, és hát feltűnt egy ismerős név. A, a felnőtt keretben nevezve itt a balszélen, de nem egészen ismerős, ugye itt az egyik, ha jól sejtem, akkor a, a, a klub legendának a lánya, szintén a balszélen van erről, erről szerintem mesélj nekünk majd egy picit de fókuszáljunk rá, tehát hol vagy te most itt a balszénen, hogy alakul a játékidő, így az elmúlt, nem tudom, öt meccs alapján. Hát kicsit ilyen felemás érzéseim vannak, mert ugye öt meccsünkből a bajnokságban csak hármat tudtunk megnyerni. Ugye a nagy rivális Dortmund ellen itthon egy góllal maradtunk alul, most hétvégén pedig idegenben a tavaly második helyen végzőben sajnáltól azért elég csúnyán kikaptunk, ha szabad így fogalmaznom. Azonban hét új játékossal nehéz mindig úgy játszani, hogy hogy mindenki érezze a másikat. Most mondhatnám azt is, hogy irányító poszton is lesérült az egyik játékosunk, beálló poszton is szegénynek eltörött az orram múltkor meccs előtt, úgyhogy azért az Isten, a jó Isten nem feltétlen segít nekünk a fontos mérkőzések előtt, de hát nyilván ezt is meg kell oldani. Uh, van hova fejlődjünk ilyenkor, hogyha mondjuk kikapunk egy mérkőzésen, akkor hétfő edzés előtt biztos, hogy videózunk, és mindent is átbeszélünk, attól kezdve, hogy én miért ott állok a pályán, miért nem ott állok a pályán, mindent, hogy a kapus miért nem nyúl 5 centivel feljebb azt is, és egy ilyen szituációt akár negyed órán keresztül tudnak boncolgatni nekünk, szóval minden kis képkockára odafigyelnek ilyenkor. Azon kívül, mivel ilyen playoffos most a német bajnokság, ezért úgymond annyira nem baj, hogyha vesztesz meccseket az alapszakaszban, nyilván a play-offra kell odaérni, hogyha egy közvetlen riválissal kerül szembe, akkor tudja olyan teljesítményt nyújtani, hogy esetleg a visszavágón már ne kelljen iszkulni, vagy legalábbis ne annyira nehezítsd meg a saját dolgodat. Úgyhogy nyilván ezért dolgozunk. A játékidőmmel kapcsolatban nagyon elégedett vagyok. Ilyen átlagban ilyen 40 perceket játszom, úgyhogy az nem számítottam ennyi játékidőre, de úgy gondolom, hogy, hogy ezt meg is hálálom. Igaz, nem jön le annyi labda a szélre, mint mondjuk a felkészülésben, de hát szélsőnek lenni ilyen egyszer. Nagyon sok labdát kapsz, utána pedig van, hogy egyet se. Ezért szeretem, mert sose lehet kiszámítani, hogy éppen mi fog következni. Úgyhogy nyilván azért edzéseken is mindig mindent megpróbálok tenni, hogy még több játék kapjak, de visszatérve a kérdésedre, csak ketten vagyunk a posztomon, a Rike, a Dan, meg Igen. én, hiszen a Lidiának a lánya, ő a második csapatban játszik, az utánpótlásban, és ő alapjáraton balátlövő, úgyhogy nem is balszésű, csak gondolom, hogy legyen meg a játék engedély, akkor benevezték. Én erre tudok gondolni, de ah. nem, nem sűrűn edz velünk szinte soha, úgyhogy ketten vagyunk a posztomon, és sokszor úgy érzem, hogy próbálja igazságosan elosztani a játékperceket, viszont ha valamelyikünknek nagyon jól megy a játék, akkor őt nyilván tovább hagyja fent, ami nyilván teljesen érthető, hiszen minden edző szerint gondolkodik. Eddigi legjobb meccsed, mi az, ami ilyen legjobb, vagy legjobb emléked mondjuk a szezon eddig eltelt részéből itt a Türingernél? Uh, igazából nem tudnék egyet mondani, mert uh, ilyen nagyon kiemelkedő meccsem nem volt a szezonban, nem is kaptam szerintem egy meccsen ilyen négynél több labdát, úgyhogy de szerintem jó lövő százalékkal értékesítettem eddig a helyzeteimet, meg most próbálom azt megtanulni, hogyha mondjuk csak egy labdát kapok, akkor azzal az egyel kell én most éljek, és nyilván ez is sokat hozzátesz a fejlődésemhez. Nyilván nem egyszerű, hogy mondjuk fut, az egyik meccsen futok 45 percet, és tényleg egy labdát se kaptam, a következő futottam már 32-t, és akkor kaptam egyet, úgyhogy uh, szerintem ettől is lesz valaki jó szélső, hogy rá lehet bízni, hogy mondjuk tudod, hogy mondjuk ő 50 perce hozzá a labdához, de ott van, és lepasszolja, és akkor mondjuk el tud dönteni a végén is egy meccset. Eddig éppenséggel a balátlövővel még gondolom meg is tudnátok beszélni ezt a helyzetet, hiszen ugye Kucora Cseng említettet, hogy csapattársad őnek így hogyan alakulnak a dolgai, és akkor róla is egy-egy-két mondat, illetve mennyire segítitek egymást így magyarként külföldön, mert ugye először vagytok mind a ketten külföldi klubnál. Szerintem nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a csengével, mind a pályán, mind a pályán kívül. Közzel lakunk egymáshoz, úgyhogy viszonylag sok időt töltünk együtt, és Nyilván, mivel mindkettőnknek új a szituáció, ezért nagyon sokat segítünk egymásnak. Szerintem mindketten jól érezzük magunkat, mert azért ennél a klubnál szeretik a magyar játékosokat, úgyhogy abszolút befogadóak voltak mindkettőnkkel, úgyhogy kíváncsian várjuk az elkövetkezendő időszakot. Na, hát az elkövetkezendő időszakban lesz azért egy érdekes meccs még talán annyit beszéljünk itt visszautalva arra, hogy mondtad, hogy a playoff rendszer, meg említetted, hogy volt egy Dortmund elleni vereség, egy Benzheim elleni vereség. Mik az első benyomás, a német bajnokságról? Kívülről úgy tűnik, ezt nem is tudom, talán pont veled beszélgettük az előző adásban, hogy ez egy olyan bajnokságnak tűnik, ahol picit nyitottabbak a mérkőzések, talán jobban benne van az, hogy mondjuk kilencedik helyzet megveri a harmadikat, mint mondjuk a magyar bajnokságban. De ezen túl is azért nyilván sok minden láttál most már, hogy néz ki a német bajnokság, mik, mik, mik voltak mondjuk az ilyen legnagyobb meglepetések számodra. Hát nekem mondjuk, az volt a legnagyobb meglepetés, hogy eddig bármilyen mérkőzés játszottunk, legyen az felkészülési mérkőzés, kupamecs vagy bajnoki nem játszottunk még olyan csarnokban, ami ne lett volna tele. Na, ez rögtön nagyon érdekes, mert hogy kívülről úgy tűnik, hogy Németországban a női kézilabdázás azért óriási handicapben van a férfihez képest. Nyilván a teltház az itt nem 8-10 ezer nézőt jelent, hogyha jól sejtem, de azért ez egy, ez egy jó hír. Igen, hát nem kell ilyen hatalmas arénákra gondolni, de szerintem néha a vendégcsapat dolgát sokkal jobban megnehezíti az, hogyha egy kisebb csarnokban, Tele van nézővel, hiszen azt az érzést kelti, hogy nagy nyomás, idegenbe vagy, nehéz meccs, meg ilyesmi. Nyilván az igaz, hogy a férfi kézilabda itt sokkal előrébb tart, hiszen a női bajnokság itt Németországban lényegében, hát a szabad ezzel a szóval éljek, kicsit ilyen félprofi, sokan dolgoznak a kézilabda mellett hiszen nincsenek olyan fizetések, hogy, hogy ebből itt Németországban meg lehessen élni. Nyilván egy másik országban meg lehetne, de itt azért jóval drágább az élet. A klubok pedig nagyon támaszkodnak a szponzorokra. Konkrétan minden a szponzorokon múlik itt. Mm. Nálatok vannak félprofi játékosok a Türingerben, vagy nálatok már, már, az a szín vagytok, hogy ott már, ott már mindenki száz százalékban csak kézilabdára fókuszál? Hát mi, hát mi vagyunk kb. így a harmadik klub, ahol így nem nagyon dolgoznak. Nyilván, ha valaki szeretne dolgozni, mert mondjuk sokszor csak este fél héttől fél kilencig edzünk, és ott van az egész nap, és van egy-kettő csapattársam, aki mondjuk nem szeret otthon ülni egész nap, van már egy diplomája, akkor ő dolgozik valamit, de mondjuk csak kétszer egy héten. Tehát akkor csak, hogy tisztában tegyük. Tehát ti, é. mint, a, mint Németország harmadik legnagyobb klubja, és akkor gondolom, hogy körülbelül ez így az elvárás is, hogy azért a dobogóra szeretnétek odaérni. Tehát nálatok is van olyan játékos, aki ugyan csak részmunkaidőben, de dolgozik a kézilabdázás mellett. Igen, de nem azért dolgozik, már, hogy nem tudna megélni, csak unatkozik. Hát azt hiszem, hogy azért ezt a, hogy mondjam, a kultúrsokok kategóriájába azért ezt a, ezt a kis epizódot is eltesszük, de nyilván ezt azért megélni szerintem egy, egy óriási tapasztalat neked. Nem te vagy viszont az egyedüli Németországban lévő magyar játékos, és most nem is mennék végig a listán, mert az elmúlt két szezonban tényleg sokan mentek ki Magyarországról magyar játékosok, akár korábbi válogatott, utánpótlás válogatott játékosok. Szerinted mi ennek azokat? Tehát mi az, amit Németország most ajánlani tud a magyar játékosoknak? Mi az, ami miatt most ennyire ez lett az egyik fő kapásvonala, úgymond a, a klubváltásoknak? Én úgy látom, hogy Németország nagyon nyitott a külföldi játékosok igazolására, hiszen sok korombeli német játékos, akik ellen mondjuk még a világbajnokságon játszottam, ők a világbajnokság után azt mondták, hogy jó, hát én most befejezem a kézilabdát, mert nekem most ennyi elég volt. És nyilván nem tudom az okát, de szerintem Németország egy jó lehetőség így magyarként, akár fiatalként kijönni, hiszen ezzel is tanul az ember, de én nem mondanám, hogy Németország lett így most a legnagyobb légiós közeg magyarok számára, hiszen nagyon sokan vannak azt hiszem Franciaországban is, úgyhogy szerintem sok magyar játékos csak ki szeretné magát próbálni külföldön. Uh -huh. Uh -huh. Hát ö, látjuk, hogy van erre lehetőség, viszont sok magyar játékos közül ketten, akik kipróbálták magukat külföldön most, ha ideiglenesen is, de vissza fognak térni Magyarországra, ugye néhány hét, másfél-két hét múlva, hogy a Váca fogtok majd játszani itt az Európa Liga főtábláért. Milyen érzések vannak benned ezzel kapcsolatban? Örülsz, nem örülsz, hogy magyar csapat jön szembe? illetve hogyan készültek egy csapatként a találkozóra? Én személy szerint örültem, hiszen én nagyon szerettem volna így a Türingerrel egyszer Magyarországon játszani, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hamar össze fog jönni. Igaz, a már eszi. a felkészülés alatt játszottunk Moson-Magyaróváron egyet, úgyhogy annak is nagyon örültem, hogy mindig jó érzés így egy kicsit, hazalátogatni, úgymond, még akkor is, ha csak egy mérkőzésre. Mégis csak ismerős közeg, a saját országod, úgyhogy én abszolút boldogan fogadtam a hírt. Mint csapat, meg mint taktika, még nem készülünk rá egyáltalán, hiszen most ugye a válogatott hét után nekünk még van kettő nagyon-nagyon nehéz mérkőzésünk, hiszen Utazunk Bucstehúdéba, ami a legtávolabbi pont, ami körülbelül 6-7 óra utazást jelent, úgyhogy azután, az 6 óra utazás után azért meccset játszani. Soha nem könnyű, én még nem tudok róla nyilatkozni, hiszen Magyarországon nem játszottam olyan klubban, ahol ekkora távolságot kellett volna beutazni. Uh, Utána pedig szombaton már itthon fogadjuk az Oldenburgot, akik jelenleg most második a katabellán, ami meglepő, hiszen tavaly nem voltak olyan jó helyen, de idén nagyon erősek lettek. Utána héten pedig megint szertán játszunk a német kupában, ahol a Ludwigsburgot sorsolták nekünk, úgyhogy az megint nem lesz egyszerű, Nyilván tudjuk, hogy nem feltétlenül mi vagyunk az esélyesek, de szerintem ez is egy különbség Magyarországhoz képest, hogy sokszor otthon a nem esélyes csapat elhiszi, hogy konkrétan nincs esélye. Itt viszont nem az volt, hogy megkaptuk a Ludwigsburgot, és mindenki, hogy jó, hát akkor kiestünk a kupából, hanem a csapattársaink beírták a csapatcsoportba, hogy igen, akkor most őket kell megverni, és meg is fogjuk várni, mert miért ne tudnánk őket megverni, ők is csak emberek, úgyhogy azért mentalitásbeli különbségek vannak, amikből én is sokat tudok tanulni, és csak utána fogunk a váccal találkozni, először itthon, és utána utazunk idegenbe, úgyhogy uh, nyilván, én követem a vád szereplését, amióta tudjuk, hogy, hogy ellenük fogunk játszani, és szerintem nagyon jó játékot játszanak ebben a szezonban, úgyhogy nagyon nem lesz egyszerű mérkőzés, és nagyon fel kell készülnünk, de szerintem azért van egy ex-váci csapattársam, aki sokat fog tudni segíteni, hogy esetleg hol vannak gyenge pontjaik. De ilyenkor ezt kérdezik a csapattársak? Tehát ez egy valós beszélgetés, beszédtéma, hogy ugye itt a kucora csengéről van szó, hogy na csenge, ott játszottál x évet, akkor mondd el nekünk, hogy mégis ki, hogy merre, meddig, kire lehet rácserezni, nem tudom, ilyeneket. Tényleg vannak ilyen beszélgetések? Hát ezt nem a csapattársak, hanem videón, mielőtt elkezdjük a videót, ugye Uh, van olyan csapattársam, aki mondjuk másik német klubtól igazolt, és már játszottunk velük, és úgy kezdődött a videó, hogy na, te ott játszottál három évig, mielőtt ideigazoltál, igazoltál, mondd el, hogy mit csinálnak. Ó, oh. akkor gondolom, hogy engem már készül a, a felelésre a Herbert Fullernél. <laughs> hát lehet, de engem is ugyanúgy meg fog kérdezni, annak ellenére, hogy én nem játszottam ott, de hogy én mit tudok. Én mit tudok esetleg mondani, úgyhogy ez, ez itt egy ilyen bevett szokás, úgy néz ki. Na, hát ezt is érdekes azért megtapasztalni. Talán így a, a beszélgetés vége felé rákanyarodva, ha már így a jövőben néztünk, azért szerintem arról még érdemes beszélgetnünk, hogy mik a csapat céljai, akkor nagyjából gondolom ezt a dobogót lőttétek be itt most a, az idei bajnokságra Európa kupában, hogyan látjátok, milyen milyen ambíciókkal vágtok neki a szezonnak? E, nyilván a főtáblára felkerülés az az úgymond alapelvárás, hiszen nem tudom hány éven keresztül e, azt elérte a csapat, utána pedig annyi célt tűzött ki elénk a vezetőség, meg mi is így csapatszinten magunknak, hogy Jussunk el addig, ameddig lehet, tegyünk meg mindent, és meglátjuk, mire lesz elég az Európa-kupában. Uh -huh. uh -huh. És neked egyéni szinten, mik a céljaid most itt a Türingerben? Ugye nyilván kinőttél az utánpótlás korosztával, elhagytad Magyarországot, légiós élet. Ez egy új fejezet, mik most a te személyes céljaid? Hát most egyelőre eh, ki szerettem volna magam próbálni egy másik bajnokságban, ami szerintem eddig jól sikerül. Nyilván nekem az Európa Liga egy új élmény lesz, hiszen én még nem játszottam, azt is nagyon izgatottam, várom. Azon kívül pedig eh, most nyilván egyszer én is szeretnék odaérni a válogatottba, ha úgy van, ezért dolgozok én is minden nap, de szerintem a korosztályomból még 20 korombeli lány biztos, úgyhogy de 20 éves vagyok, nem vagyok semmivel se elkésően, szeretnék idén kihozni magamból a legtöbbet itt Németországban, utána pedig meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, vagy hogy éppen mire volt elég az adott szezonban. Na, Hát mi azt kívánjuk neked, és szerintem, hogy mindenkinek, aki külföldre belevág egy ilyen kalandba, hogy ezeket a célokat, amiket megfogalmaztok, elérjétek, teljesítsétek. Azt hiszem, hogy így a beszélgetés végére is értünk ezzel nagyjából. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy megint eljöttél hozzánk, remélem, hogy lesz még ilyen beszélgetésünk, és hogyha bármi olyan történik, akkor mindenképp arról be fogunk számolni. Úgyhogy Szabó Annának nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, kedves hallgatóinkat pedig arra biztatom, hogy lájkoljatok minket, kövessetek minket Spotify-on, Youtube-on, mindenhol, és akkor értesülni fogtok az ilyen és ehhez hasonló érdekes beszélgetésekről is. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Én is köszönöm szépen!